Milyen érzések kavarognak most benned a mérkőzés után? Nem egyszerű egy ilyen mérkőzés után bármit is mondani, amikor kimegyek a szüleimhez, és egyből bántó szavakat szólnak hozzánk, úgyhogy nem egyszerű a helyzet. Nem igazán sikerült még nyerni, úgyhogy bosszantó, dühös vagyok, de ez egy ilyen szituáció, és ezen is túl kell lépni. Ki mondott bántó szavakat? Az lényegtelen, fent a nézősorban voltak olyan emberek, akik olyan szavakat illettek hozzánk, illetve hozzá meg a szüleimhez, ami igazán tetszett. Úgy gondolom, hogy nem azért kell kijönni egy meccsre, hogy bántó szavakat akár a családomra is mondjanak, hanem egy mérkőzés jönnek kinézni. Ugye szurkolás maga nem volt rossz ezen a mérkőzésen, nagyon jó hangulat volt. Így van. Az, aki kilátogatott a mérkőzés és végigbuzdított minket, az tényleg hihetetlen érzés volt, meg szeretném nekik köszönni innen is, és tényleg büszke vagyok a szurkoltáborra, hogy végig ott voltak mellettünk. Nyilván vannak most bennem rossz érzések és jó érzések, a rossz azt arra értem, hogy sajnos kikaptunk egy nullra, de a másik fél idő alapján szerintem megérdemeltük volna a győzelmet. A másik jó érzés viszont az, hogy a szurkok végig mellettünk voltak. Én egész meccsen úgy váltam a kapuba, hogy libabőrös voltam, ez elképesztően jó érzés, és ebből szeretnék sokkal többet. Nyilván, amikor már tudtuk, hogy itt fogunk játszani, én személy szerint nagyon megörültem, hiszen ez egy óriási élmény itt játszani ebben a stadionban. Akármennyi néző is van, ez elképesztően jó, és én nagyon örültem neki, hogy ennyire ki is jöttek a mérkőzésre, és reméljük jó benyomásokat tettünk nekik. Magában a meccsről mi a véleményed? Maga a meccsre egyébként az akarással elégedett vagyok, tényleg mindenki beletette, amit kellett, amit megbeszéltünk. Az első fél időben kicsit bátortalanok voltunk, amit úgymond nem is nagyon értettem, de utána rendeztük a sorokat, beszéltük a fél időben, egy kicsit nagyobb területeket nagyobb területeket nyissunk ki, az ellenfél ne tudjon úgy letámadni minket, és szerintem sikerült is a második fél időben egy kicsit jobban játszunk. Mi az, ami még úgy tűnik, hogy hiányzik ebből a csapatból, úgy az első győzelem még várat magára? Hát én talán az a nemzetközi rutin mondanám, hogy még vannak olyan játékosok, akik még ugye nem első osztályban játszanak, illetve nem is nagyon játszanak a saját klubjukban, úgyhogy amit a mester is mondott, hogy ez az első, hogy olyan csapatok beigazoljanak, ahol tudnak játszani, és mindenki akarjon fejlődni, és szerintem utána akkor akár győzelmeket is tudunk szerezni most már. Nyilván várat magára, de az az érzésem, hogy ez a csapat ez többre képes. Nyilván még nem jöttek az eredmények, de ahogy elkezdtük ezt a dán meccsel, úgy gondolom, hogy nagyon sokat fejlődtünk, nyilván ez csak az út elej, és még nagyon sokat kell fejlődnünk. És mi az, amivel elsősorban? Tudom, mindent élen, de kapuból te mit lehet specifikus sem, mondom, valami? Sajnos az első fél idői játékunkban kicsit bátortalanok voltunk, nyilván ebbe kicsit meg kell nyugodnunk, hogy bátran merjük játszani, de még a védekezésünkben is még akad olyan dolog, amiben javítanunk kell. Nyilván a támadó játék után persze nem rúgunk sok gólt, de nem szabad csatárjainkat emiatt negatív hozzászólásokkal illetni. Jönni fog, biztos vagyok benne, hogy jönni fog, és azért dolgozunk, hogy ez ki is jöjjön. Éreztek magatok olyan szemben, hogy bármi görcsöt vagy nyomást, hogy hú, még nincs meg az első győzelem, mert mindenki nyilván várja, hogy mikor lesz meg, ti is várjátok, szurkolók, stáb? Hát én úgy gondolom, hogy nem ezzel kell foglalkozni. Igazából minket az érdekelt, hogy kijött 12 ezer ember, és még a Puskás Arénába tudunk játszani. Szerintem ennél többet nem is igazán kell erről mondanom, úgyhogy tényleg én nem éreztem ezt a stresszt, szerintem mások se érezték, úgyhogy nem ezzel kell foglalkozni, csinálni kell a játékunkat, és előbb-utóbb úgy is győzni fogunk. Milyen volt ez a pillanat, amikor kiléptetek ide a himnusz előtt a stadionba, és meglátjátok a szurkolókat, aztán meg hát jött a himnusz is? Hát ez elég nehéz leírni, vagy elmondani nektek, elég nehéz. Nagyon-nagyon jó érzés volt, tényleg nagyon büszke vagyok tényleg a csapatra is, meg az egész szurkolótáborra, úgyhogy remélem, hogy még sok ilyen mérkőzést tudunk átélni együtt. Ugye néhány nappal ezelőtt a felnőtt válogatott is itt játszott egy stadionavatót, ők pedig holnap egy sorsdöntő Európa-bajnoki selejtezőt játszanak. Hogy látod, képesek lesznek legyőzni Velszt? Én nagyon bízom benne, hogy képesek vagyunk rá, én meg verjük Velszt, én személy szerint nagyon szurkolok nekik. Nyilván, hogyha esetleg lehetne olyan, hogy segítsek nekik, akkor nagyon szívesen segítenék, de ezért dolgozni kell, hogy oda kerüljünk. Én nagyon bízok a srácokban, ugye több csapattársam is van, vagy volt csapattársam, illetve sok ismerősöm is van onnan, úgyhogy szeretnék innen sok sikert kívánni nekik, és úgy gondolom, hogyha amit a mester eltervezett, azt megvalósítják a pályán, akkor szerintem tudunk sikert aratni és kijutni az EB-re.